akkor itt Izéke, ő egy erdei nagypele, egy erdei rágcsáló. Augusztusban egy ismerősünk telefonált, hogy az erdőben talált egy újszülött állatot, elküldött róla egy fényképet, hogy mi lehet ő, ez nekünk is nagy kihívást jelentett. Nagyon nehéz volt megállapítani, nem így nézett ki, mint most. Egy 3 centis, teljesen átlátszó és újszülött állat volt akkor. Kétségbe estünk, hogy hogyan fog életben maradni, de szerencsére ilyen szép nagyra sikerült megnőnie. Egy speciális tápszerrel kezdtük előtetetni. Éjjel-nappal óránként etettük, nappal a párom éjszakain. Ez heteken keresztül. Nem volt olyan eszköz, amivel meg tudtuk volna őt etetni, ami a szájába fért volna. Egy inzulinos fecskendővel csepegtettünk a szájára ebből a tápszerből, úgy nyalogatta le. Föltettem egy képet róla az internetre, és nagyon kíváncsi voltam, hogy hát ha van olyan nálam tapasztaltabb ember, aki ebben tud segíteni. Több száz hozzászólás érkezett, de mindenki találgatott. Volt, aki patkányra, mókusra tippelt, és aztán végül az alapítványunk elnöke két szót odaírt, hogy nagy pele, minden kétséget kizáróan. Az alapítványunk a Fehér Holló Vadmentő Alapítvány és Természetvédelmi Mentőközpont. Az alapítványnak a feladata az oltalom alatt álló fajtáknak a megóvása, hogy a státuszukat ne veszítsék el, tehát hogy a védett állatokból ne váljanak fokozottan védetté, és nagyon-nagyon számít egy-egy egyed is. Elárvult állatot talál bárki, akkor a legfontosabb, hogy ezek az állatok speciális ellátást igénynek, tehát ők nem domestikáltak. Sokak számára az is nehezen eldöntendő kérdés, hogy hogyan fogják meg. Én azt ajánlom mindenkinek, hogy most már az internet világát éljük. Két szót a keresőbe beírva egészen biztosan, hogy talál olyan segítséget, ahol segítséget tud kérni. És pontosan elmondják, hogy azzal a fajjal hogyan lehet bánni. Úgyhogy sokszor egy telefon életeket menthetne. Az állatok szeretete egészen kiskoromtól végig kísért, aztán a később már kutyákat mentettünk, mindenbe besegítettünk, ahol állatbajban volt. Utána áttértünk a madarakra, a vadmentésre, rágcsálókra. Tavasztól indul a mentési szezon, és ilyenkor rengeteg a feladatunk, az elárvult kis madarak érkeznek, rengeteg rágcsáló, és egyre több az emlős is. Egész embert kíván, tehát nagy szerencsém van, hogy a párom ebben segít, így felváltva dolgozunk, és látjuk el az állatokat. Csak én, mint önkéntes, 50 feletti kis madarat engedtünk el idén is, 5-10 mókust, rágcsálókat szoktatunk vissza a természetes közegükbe, tehát folyamatos, éjjel-nappali ügyeletet és ellátást biztosítunk.